Sziasztok! Ebben a videóban esés technikával fogunk foglalkozni, ez a második ilyen videónk lesz. Az előzőben megnéztük azokat az eséseket, ahol nem lehet gurulni, általában ilyen vízszintes irányba történnek az esések, tehát ledobnak minket, vagy átesik valamin is, a hátunkra, az oldalunkra érkezünk. A mostani videóban pedig megnézzük a kajteneket, így hívják abban, ezek a gurulások, ezek általában ilyen vízszintes irányú esések, tehát hogy meglöknek, például hátul vagy szemből, vagy átesünk valamit, és akkor ki tudjuk vezetni az energiát, az esetleg az energiát gurulás formájában. Ezekkel fogunk a foglalkozni, megnézzük csak az előre gurulást, vagy a hátra gurulást, én rávezető gyakorlatokat fogok mutatni, hogy hogy érdemes gyakorolni, leginkább persze edzésen, nálunk is lehet, kicsit előtte, kicsit utána bejön az ember és pluszba gyakorol, vagy talán még esetleg otthon is, hogyha jó kipárnázza magát az ember, főleg csak az a rávezető gyakorlatokat, a teljes esést azt inkább megfelelő körülmények között, egy felügyelet alatt. Mi is így edzésen szoktuk, vagy kint a szabadban, ugye jó fűben, vagy jó kicsit puhább talajon, ilyenkor azért meg kell nézni, nincs semmi a rátunk esni, kövek vagy bármi egyéb, de a rávezető gyakorlatot érdemes megnézni, hát a találkozunk olyan részlet, amivel tudod később fejleszteni az esés technikát. Szóval nézzük is a gurulásokat, jó? Tehát az előrefelé gurulással kezdünk. És rávezető gyakorlat, hogy négy kézláb indul, nem is állásban, hogy minél közelebb legyünk a talajhoz, meg legyen a biztonságérzet, és hát, hogy ne fájjon annyira az esés, az érkezés. Leteszünk magunkat négy kézláb, és akkor a könnyökünk meg a kezünk közé átdugjuk a másikat, letudjuk a fejünket, és leérjen a vállunk, kicsit a lábunkat, ellökjük magunkat, ide érkezünk. Ilyen fél törökülésbe. Na, no, így nem fog majd később fölállni, és így fog kialakulni majd a teljes esés. No? Szóval még egyszer négy közláb lábuk, egy el tudjam magam lökni, mert nem a fejemen gurulok, nem is a gerincemen, hanem így átlósan megyek át a vállamon, a hátamon, jó? Hogy minél kevésbé érjünk ezen a gerincem a talajjal. Lemegyek négy kézláb, bedugom a fejemet, a kezemet, ellököm magamat, és behúzom magam a lábam. És ide érkezek, az elején ezt gyakorolni, kicsit magabiztosak leszünk. Kicsit megérezzük, milyen is ez a gurulás, jó? Tehát nem olyan, mint a iskolában tanítják, lerakjuk a fejünket, és akkor csinálsz egy bukfekszik. Ez a gurulásnak hívjuk. Oké, és akkor lehet kicsit följön menni, lehet kugolásból, mint az előző videóban. Az ukemiket csináltuk itt is, kicsit leteszem a kezem, ugyanaz az elv, jó? Akár még a térdem is leérhet. Az később van, nem lesz, viszont betonon nem érhet le, de most az elején szokjam az esést, biztonsági érzete legyen, és jó legyen a technikám, még lehet így gyakorolni. És ugyanez van. Gyakorlat, aztán most már gyakorolhatom, hogy nem kell leérjen a térre, kicsit jobban megtartom magam, a kezemben egy labdát formálok, és gurulok. Kifújjuk a levegőt, és gyakorolom. Aztán jöhet állásból, de még mindig trükközök, még mielőtt elindulnék, ugye jól legugolok, formálom ezt a labdát, leteszem, behúzom a fejem, és átgurulok. Behúztam a lábom, nyomom fel magam. Aztán még egyszer, másik oldalra is gyakoroljuk. Oké. És akkor jöhet a teljes gurulás állásból, mindig két kézzel, kicsit segítek, és utána lehet néha egy kézzel is. Elvezetjük a vállunkon az erőt, egy oldalról is, mint a két kézzel. Megnézzük egy kézzel is, és mélyebbre megyek. És ezzel gyakoroljuk az előrefelé gurulást, ilyen alacsony intenzitással, és később lehet gyakorolni. Meglöknek hátulról, nekifutásból, hogy átugrunk egy akadály, először legyen egy biztonságos alapunk. Na most akkor nézzük meg a hátrafelé, meg a hátrafelé gurulást. Itt is nagyon fontos, hogy a fejünk ne érjen a szőnyeghez, vagy kint az utcán a talajhoz, illetve a gerincünk is minél kevesebb pontra érkezzen a talajjal. Itt is egyszerű rávezető gyakorlat. Próbálom majd itt szemből is, meg hátrafelé is mutatni, egy oldalra, látszódjon is valami. Mert az a lényeg, hogy itt se középen megyek, ugye így leér a fejem, mint a bukfenszer, hanem oldal, jó? Tehát ugye az egyik vállamon fogok átfordulni, és azt tudom mondani, hogy az a szabály, amelyik lábam elő van, azon a vállamon gurulunk, jó? Ez is ilyen rávezető, hogy leülünk féltörő ülésben, és annyira próbálok így hátra fordulni, kicsit így oldalra, ez a lábam a lendület egy átfordulni. Jó, ez lesz az alapja. Az elején lehet, hogy belekapaszkodok a lábamba, lendületet veszek, és
könnyebben áthúzom magam, hogyha már megyek, akkor szoktam oda, hogy valamint ha fognék egy dobozt vagy labdát, hogy legyen a fejem mellett a kezem, hogy fel tudjam magam lökni, később, hogy védje még jobban a fejemet. És most még leír a térdre, később már eső jó, de az elején gyakoroljuk. És akkor kicsit magasabbról, jó, ilyen félig állásból, félig ülésből, amit lent van a lábam, nem lábú, hegyem most direkt, és az a lényeg, hogy a lábam az belül legyen, hogy a fenekem ezen túl menjen, nem túl érkezzen, de ne ülök, hanem ez így nem annyira kellemes, illetve hogy nem középre a farokcsontomra, itt is ezek próbálok oldalra, mint a nagy izbokra, vagy a kis zsírosabb részekre próbáljuk leülni, pedig a farokcsontomra. De most akkor így mindjárt mehet a labda, mehet a lendület, és megint próbálok fölkelni, állásból még megint csalok egy kicsit, nem itt is érdemes egyik láb elől, a másik hátul, hogy tudjam melyiket kell letenni. És itt is még jó sűjjeztek, leteszem a lábom, és utána megyek át. És akkor kérdésem már el egybe is. Az egészet egyik oldal, másik oldal. Kezemet használva, hogy innen jobban fel tudjam magam lökni, és is megmutatom. És az elején ezt gyakoroljuk, mondom, teljesen jó biztonsági érzetünk lesz tőle. Technikát, megismerjük a gurulásnak a mechanizmusát, és akkor lehet intenzitást rárakni. Egy kézzel, két kézzel, jobbra, balra, rendőre, hátra, mindenféle irányba lehet gurulni, sőt kell is. Nem, hiszen ez a legfontosabb, bárhol utcán elcsúszunk, vagy ellöknek, vagy átesik valami, akkor biztonságosan fel tudjuk kelni belőle. Ezeket érdemes gyakorolni, mondom, otthon azért mindenki saját felelőssége, de edzéseken ezzel szoktunk kezdeni, és akkor később technikából is már sokkal könnyebb lesz ezeket végrehajtani, és egyre jobban fejlődik az ember. Jó gyakorlás nektek!